Albin Kurti etnikai tisztogatást tart Koszovóban. Célja, hogy elűzze az ott élő szerbeket, mondták a Koszovszka Mitrovicában tartott sajtótájékoztatójukon a koszovói szerb lista képviselői. Kiemelték, hogy a dinár beszüntetése miatt mintegy 100 000 ott élő szerb jövedelme és élete kerül veszélybe. Szerbia hétfőn írásos kérvényt nyújt be, hogy összeüljön az ENSZ biztonsági tanácsa. Ana Brnabić szerb miniszterelnök elégedetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi közösség nem szólal fel erélyesebben az ott élő szerbek védelmében. 17 éves fennállását ünnepli a Vajdasági Magyar Szövetség török-kanizsai szervezete. Ez idő alatt a kultúra, az oktatás és a művelődési élet terén is számos beruházás, fejlesztés valósulhatott meg a településen, illetve a község területén is. A jeles dátum apropóján alkalmi köszöntőkkel és művelődési műsorral ünnepeltek péntek este Török-Kanizsán. Az eseményen Pásztor Istvánról, a párt korábbi elnökéről is megemlékeztek. 10. alkalommal szerveztek farsangi mulatságot Zentán a Kertek helyi közösségben. Az érdeklődőket az ötletes jelmezek és az érdekes programok mellett finom fánk és jó hangulat várta. Hagyományos disznótort tartottak Topolyán. A helyi gazdakör szervezésében 3 sertést dolgoztak fel, melyből reggeli, majd vacsora is készült régi paraszti szokás szerint. Az eseményen több 100 vendég vett részt.